Jó estét kívánok, Önök a világhíradót látják. Legalább 4-en meghaltak Venezuelában a szerdai kormány ellenes tüntetést megelőző zavargásokban. Közben az ellenzéki többségű nemzetgyűlés január 5-én hivatalba lépett házelnöke Juan Guaidó ideiglenes államfőnek kiáltotta ki magát, mert szerinte Nicolás Maduro elnök tavalyi újraválasztása törvénytelen volt. A döntést kísérő diplomáciai reakciók eltérők, Maduro ellen pedig már külföldön is sokan tüntetnek. Kormányellenes tüntetők gyújtották fel Hugo Chávez egyik szobrát Venezuelában keddéllyel. Állítólag boltokat is fosztogattak. Szerdán tömegek vonultak a főváros utcáira, ahol az ellenzéki többségű nemzetgyűlés házelnöke Juan Guaidó ideiglenes államfővé kiáltotta ki magát. Esküszöm, hogy minden végrehajtó hatalmat vállalva garantálni fogom, hogy vége legyen a hatalom elvitorlásának, és az áruló kormány szabad választást tartson, mondta a január 5-én hivatalba lépett mindössze 35 éves házelnök. A hiperinflációval és áruhiánnyal küzdő országban az ellen tiltakoznak, hogy január 10-én újabb elnöki ciklust kezdett Chávez utódja, Nicolás Maduro. Az ellenzék szerint az egykori buszsofőr tavaly csalással nyert választást, ráadásul esélyes ellenfeleit eltiltotta az indulástól. Ideje, hogy véget vessünk ennek a diktatúrának. Venezuela népe, eljött az idő, hogy mindenki utcára vonuljon. Elég a gyógyszerhiányból és abból, hogy emberek halnak éhen, mondta egy tüntető. Donald Trump egy nyilatkozatban a venezuelai házelnököt ismerte el az ország vezetőjének. Mint írta, az Egyesült Államok minden gazdasági és diplomáciai erejét beveti, hogy visszaállítsa a demokráciát Venezuelában, és más nyugati országokat is erre fog bátorítani. Úgy döntöttem, megszakítok minden diplomáciai és politikai kapcsolatot az imperialista amerikai kormánnyal. Az amerikai diplomaták 72 órát kapnak, hogy elhagyják Venezuelát, reagált Maduro Trump nyilatkozatára. Újságírók arról kérdezték Trumpot, tervezek katonai beavatkozást, mire azt mondta, minden lehetőséget számba vesznek. Közben a Twitteren Bolívia és Kuba elnöke kiállt Maduro mellett, míg az argentin elnök és mások üdvözölték a venezuelai házelnök bejelentését. A chilei kormány Argentínával, Brazíliával, Peruval, Kolumbiával, Kanadával, az Egyesült Államokkal és Franciaországgal együtt Juan Guaidót ismeri el Venezuela ideiglenes elnökének, mondta a chilei államfő. Az orosz elnöki hivatal ugyanakkor kijelentette, hogy továbbra is Madurót tartja Venezuela törvényes elnökének. Közben Maduro ellen tüntetéseket tartottak az Egyesült Államokban, Kolumbiában, Peruban, Argentínában, de még Spanyolországban is. Elhalasztja évértékelő beszédét Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi médiában arról írt, akkor mondja el az üzenetet, amikor véget ér a részleges kormányzati leállás. Az ügy közvetlen előzménye, hogy Trump szerdán levélben közölte Nancy Pelosival, hogy szerdán megtartaná a beszédet, mire a demokrata házelnök közölte, hivatalosan mindaddig elhalasztja az évértékelő megtartását a kongresszusban, amíg újra nem indul a teljes kormányzati munka. Az unió állapotáról szóló beszédet az amerikai elnök mindig a házelnök hivatalos meghívására, a törvényhozás két háza által is megszavazott határozat után mondja el a kongresszus épületében. A Brexit elhalasztása nem oldana meg semmit, erről beszélt Theresa May a brit parlament alsóházában. A kormányfő azt mondja, hiába sikerülne is a március 29-i határidő módosítása, a döntési lehetőségek ugyanazok maradnak. A brit gazdasági élet szereplői közben arra figyelmeztetnek, óriási károkat okozhat az, ha megállapodás nélkül történik meg a kiválás. Az Airbus repülőgépgyártó vezérigazgatója csütörtökön az országban működő üzemek bezárását is kilátásba helyezte. Második népszavazásra buzdít a Brexit kapcsán Tony Blair egykori brit kormányfő. A Theresa May által kínált megállapodás javaslat alapvető hibája, hogy semmit nem mond a jövőbeni kapcsolat részleteiről. Azaz, márciusban úgy kellene kiválni az Unióból, hogy semmit nem lehet tudni arról, hogyan tovább. Az ország jelenleg rendkívül megosztott, egy újabb referendum a kérdésben megnyugvást hozhatna, fogalmazott Blair, aki egyébként azt is hozzátette, 50% esélyt lát arra, hogy sikerüljön tető alá hozni egy második népszavazást a Brexitről.
Az uniós partnerek többsége most már arra készül, valószínűleg megállapodás nélkül fog megtörténni március 29-én a Szigetország kiválása az EU-ból. A határidő kitolásáról még nem tárgyaltunk. Ha ez a kérdés felmerül, akkor erről a 27 tagállam kormányfőinek kell döntenie. De egy ilyen kérdés meg kell indokolni, és konkretizálni is kell. Azt viszont leszögezhetjük, önmagában attól, hogy London ellene van a megállapodás nélküli kilépésnek, még nem fogják tudni azt elkerülni. Ahhoz, hogy március végén ez ne következzen be, egy olyan javaslattal kell előálljanak, amely mögé többséget is tudnak szerezni, fogalmazott az uniós főtárgyaló. Theresa May szerdán a képviselőházban az azonnali miniszterelnöki válaszok fél órájában arról beszélt, a Brexit határidejének kitolásával semmit sem nyerne az ország. A bizonytalan helyzetet a brit gazdaság szereplő is egyre kevésbé tolerálják. Az Airbus repülőgépgyártó vezérigazgatója csütörtökön egy helyenként indulatos hangvételű videóban üzent a Szigetország politikusainak. Please don't listen to the Brexiteers' madness. Ne hallgassanak a Brexit támogatók őrültségeire, akik azt állítják, az Airbusnak olyan nagy gyárai vannak Nagy-Britanniában, hogy soha nem lesz képes elhagyni az országot. Még ha ezt azonnal nem is tudjuk meglépni, a jövőbeni beruházásainkat más térségek felé kell tereljük, ha megállapodás nélküli Brexit lesz, fogalmazott a cég vezérigazgatója. Korábban több japán autógyártó cég is arra figyelmeztetett, egy megállapodás nélküli Brexit akár font 10 és 100 milliókban mérhető károkat okozhat az angliai üzemeik számára. Bűnösnek talált a hazaárulás vádjában Viktor Janukovics volt ukrán elnököt egy kijevi bíróság. A korábbi államfő távollétében ítélték el, mivel 2014-es megbuktatása után Oroszországba menekült. Ítéletet hirdettek Kijevben a hazárulással vádolt Viktor Janukovics ügyében. A volt ukrán elnök 5 éve abba bukott bele, hogy orosz nyomásra elállt az EU-val kötendő társulási szerződés aláírásától. Az ellene indult tüntetések eleinte békések voltak, de miután több demonstrálót megöltek, erőszakba torkollottak. A megbuktatott elnök végül Oroszországba menekült. Janukovics miközben 2014. február 24-től Oroszországban volt, hazaárulást követett el, mert segített az orosz hatóságok képviselőit, hogy agresszív háborút indítsanak Ukrajna ellen, mondta az ítéletet kihirdető bíró. A hazárulás vágyát arra alapozták, hogy 2014-ben az akkori orosz ENSZ nagykövet bemutatott egy levelet, amiben Janukovics állítólag orosz beavatkozást kért Ukrajnában. A bírói testület szerint az egykori államfő ezzel segítette az oroszokat a Krím annektálásában és a kelet-ukrajnai szeparatisták támogatásában. Janukovics azt remélte, hogy Ukrajna elárulásával, az ország szuverenitása árán az oroszok előnyben részesítik majd, további tartózkodási engedélyt kapott, és elkerülheti az ukrajnai felelősségre vonást. Bár Janukovics bukása után Ukrajnának nyugatbarát kormánya lett, Magyarországgal vitába került az ukrán nyelvtörvény és az ukrajnai magyarok állampolgársági eskütétele miatt. Utódja Petro Poroshenko szerdán Davosban tárgyalt Angela Merkel német kancellárral. Közben az IMF a reformok felgyorsítására kérte Ukrajnát, megismételve, hogy továbbra is támogatja az országot. Jóvá hagyhatják Izraelben az orvosi célú marihuána exportját, ami 1 millió sékellel növelheti az adóbevételeket. Az izraeli cégek az orvosi célú kannabisz legnagyobb termesztői közé tartoznak a világon. Az országban 8 vállalat foglalkozik ilyen termesztéssel, az üzleti élet szereplői pedig régóta lobbiznak az export lehetőségért. A kabinet a vasárnapi kormányülésen dönt arról, hogy a hivatalos engedéllyel rendelkező termesztők orvosi célú marihuánát adhassanak el olyan országoknak, ahol az legális. A parlament múlt hónapban már jóvá hagyta a javaslatot, amit egyes képviselők elleneztek. Attól tartanak, hogy a marihuána termesztéssel együtt a hazai fogyasztás is nőhet. Bányászokat küldenek a kútba esett spanyol kisfiú megmentésére. Egyszerre 2 ember tudnak leereszteni egy szűk, de 70 méteres mélységbe fúrt járatba, ahol csákányokkal, légkalapáccsal folytatják a munkát, de az is lehet, hogy kézzel kell folytatni az ásást. A cél egy 4 méter hosszú alagút nyitása, amelyet ki is kell ékelni, hogy ne omoljon be. A 2 éves kisfiú másfél hete esett bele egy 100 méteres kútba Andalúziában. Esés közben és utána még kiabált, ám azóta semmit nem tudni róla. A csütörtökön megkezdett munkafázis is még legkevesebb 24 órát vesz igénybe.
Reméljük, hogy a mentő munkálatok sikeresek lesznek. És eddig tartott a világhíradó, most folytatódik a fórum. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!